Köszöntök mindenkit, sziasztok! Folytatódik az átlagosnál enyhébb fűtési szempontból pénztárca kímélőbb időjárás, ám a januári tavasz napjai már megvannak számlálva, ugyanis hétvégétől gyökeres változás áll be időjárásunkban. De egyelőre addig még marad az enyhesség, ugyanis nyugat-keleti áramlás jellemző a kontinens döntő részén, az időjárási frontok az óceán felől szállítják az enyhébb levegőt a kontinens belső területei fölé. Ám nem mindenütt enyhe időjárása a jellemző. Észak-Európában egészen Skandinávia északi részén, Svédországban ma -43,6 fokot mértek. Ez 1999 óta a második legalacsonyabb hőmérsékletnek számít. Erről írtunk is egy Facebookos bejegyzést, akit érdekel, az bátran olvassa el. Nos, ami pedig a mi időjárásunkat illeti, ami hazánk időjárását illeti, elmondható az, hogy továbbra is marad az enyhe idő, éjszaka sem kell számítani különösebben hideg időre, esetleg itt a nyugati határnál fordulhat elő gyenge fagy, de egyébként fagypont felett alakul majd a hőmérséklet. Változóan felhős időjárás valószínű, az éjszaka második felében várható nagyobb területen is eső, illetve zápor, majd ezt követően holnap napközben már csak helyenként valószínű záporeső. Változóan felhős marad az égkép, de legalább néhány órára a legtöbb helyen kisüt majd a nap. 8 és 14 fok közé emelkedik a hőmérséklet. A déli, délnyugati szél az ország északi, északkeleti tájain nagy területen lesz erős, sőt főleg a magasabban fekvő helyeken viharos széllökésekre is számítani lehet. És ahogyan említettem, hétvégétől érkezik markáns változás időjárásunkban. Ekkor ugyanis egy keveredési zóna alakul ki hazánk térségében egy mediterrán ciklon által. Várhatóan itt keveri össze majd a hideg sarkvidéki eredetű légtömeget az enyhébb levegővel, és tehát csapadék is érkezik, melynek halmazállapota vasárnaptól egyre nagyobb eséllyel lehet majd vegyes, valamint szilárd, és jól látható módon jelentősen csökken a hőmérséklet a jövő hét elején többfelé, sőt majdnem az ország minden pontján fagypont alatt marad a hőmérséklet napközben is, és az éjszakák egyre csípősebbek lesznek, nem lesznek ritkák a -10 fok alatti minimum hőmérsékletek sem. Én ezzel megköszönöm figyelmeteket, töltsétek kellemesen a napot, sziasztok!